Köszöntök mindenkit, a ma esti parkolási fórumnak nemrég lett vége, rengeteg kérdést kaptunk, és jó sok mindent át tudtunk beszélni. Persze volt számtalan olyan kérdés, amit nem tudtunk megválaszolni, sajnos a meghívásunknak nem tudott eleget tenni a polgármester úr, illetve a parkolási cég vezetője sem, de igyekeztünk valahogyan helyt állni. Menet közben a alpolgármester egyik munkatársa eljött, és ilyen szóróanyagokat, szórólapokat osztott ki a jelenlevőknek, amit közben nekem is elküldött e-mailem, és ezzel párhuzamosan kitették egy újbudai Facebook oldalra is, amiben nagyon sok személyeskedéssel találkoztam. Ilyen, hogy szokatlan módszerrel nyílt levélben összehívott mai övezei parkolási fórum ügyében fel vannak háborodva, és ezt írják le, hogy hogyan, és olyan dolgokat írnak, hogy mi pontosan tudtuk, hogy a polgármester úrnak meg az alpolgármesternek milyen programja van. Ezek tételesen nem igazak, fogalmunk sincs, hogy milyen programjuk van. Nem szoktak minket felhívni és elmondani, hogy éppen mit csinálnak, melyik este milyen elfoglaltságok van. Azt írja az alpolgármester úr, hogy mennyire udvariatlan ez a hirtelen összehívás, de hát itt nem udvariatlanságról van szó, hanem a kényszer vezetett minket erre, ugyanis tehát 12-e délután tettek közé valamit az Új Budai Önkormányzat Facebook oldalán, ami kikerült örmezei Facebook csoportokba, és nekünk gyorsan kellett reagálni, hiszen a lakók joggal voltak felháborodva az ott leírtakon, tájékoztatást vártak, és ezt a tájékoztatást meg kellett tennünk. Az, hogy sokan eljöttek a fórumra, a más nem ez igazolja talán a legjobban, hogy mennyire információ éhség van. A személyeskedésekre nem szeretnék külön reagálni, mert teljesen felesleges, de amikor olyan dolgokat ír az alpolgármester, hogy keressen meg konkrét javaslatokkal, de gyakorlatilag egy másik mondatban le is írja, hogy egyébként semmilyen kedvezményt nem fogunk tudni elérni, akkor végtére is milyen javaslatokkal keressen meg, azt ebben a pillanatban nem tudom, de törekedni fogok rá. A lényeg, hogy örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, jól sikerült az esemény, folytatjuk, és a továbbiakban is azon dolgozunk, majd helyben, hogy az örmezőknek megoldanak a parkolási gondjaik, örmező teljes területén. Köszönöm szépen!